Jó estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit. A legutóbbi fordulóban a Puskás Akadémiát fogadta a Paks FC labdarúgó csapata az OTP Bankligában, és 4-2-es hazai győzelmet aratott. A második helyen álló Puskás Akadémia FC látogatott a negyedik pozícióban található Paksi FC labdarúgó csapatának otthonába az OTP Bankliga 32. fordulójában. A játéknap rangadóját tehát a Fehérvári úti stadionban rendezték, amely mérkőzésen sokáig mezőnyjáték zajlott a pályán. A 22. percben aztán váratlanul megszerezte a vezetést a felcsúti egylet, az egymásra váró védők és kapus között Komáromi eszmélt leggyorsabban. Sőt, a 32. percben megduplázhatta volna előnyét a látogató, de Slagfer hatalmas helyzetben hibázott. A 39. percben büntetőhöz jutott a PFC, de Hán a felső létre lőtte a labdát. 45 perc után 0-1-es állással vonultak a csapatok az öltözőbe. A második játék részre már egy sokkal agilisabb hazai együttes futott ki a pályára. A 62. percben sikerült az egyenlítés, Böde fejese Tóth kapus segítségével jutott a gólvonal mögé. Innentől a házigazda egyértelműen uralta a találkozót. Előbb a 71. percben Nagy Richard megpattanó lövése talált utat a vendégkapuba, majd a 75. percben Bognár kopírozta az előző találatot. A 83. percben ismét Bognár volt eredményes, ekkor 4-1-re módosult az állás, amit a 88. minutumban még kozmetikázott a felcsúti gárda, így a végeredmény Paksi FC, Puskás Akadémia FC 4-2. Sikerével a zöld-fehér társaság az utolsó fordulótól függetlenül az előkelő negyedik helyen végez a 2020-21-es szezonban. Az első fél időben nem tudtuk a földön tartani a játékot, úgyhogy ott csapatszinten gyengék voltunk. Azután az Zalaegerszeg meccsen voltunk utoljára első fél időben ilyen passzívak. A második fél időben azt gondolom, hogy négyet rúgtunk, megfordítottuk a mérkőzést, az dicséretet érdemel az egész csapat. Úgyhogy ez egy nagyon jó második fél idő volt. Gratulálok a csapatnak, és marad egy kis ünnepre is most. A játékban azért nem javultunk föl. Én gondoltam 0-1 után is, hogy ezt a meccset mi meg fogjuk nyerni, de azt nem gondoltam, hogy ilyen rossz játékkal. Szerintem egy-egy periódusa volt a második félidőnek, amikor játékba jók voltunk, de összességében szerintem ez egy nagyon közepes teljesítmény volt minőségileg. A hozzáállással, a brusztal szerintem azzal nyertük meg ezt a meccset. Úgy éreztem azt, hogy azért jöttünk, és a fiúkban is benn volt az a magabiztonság és úgy fölkészülés, hogy mindenki ma el szerette volna dönteni ezt a második helyet. Szerintem egy kicsit van, aki meg is ijedtett tőle a feladattól, és abból következtek ezek a hibák, amik történtek ma, főleg az első két gólnál. De nagyon sok helyzetet is ki tudtunk dolgozni, ez pozitív számomra. Tehát próbálok most pozitívan dolgozni velük. Beszélgettünk egy kicsit erről a mai mérkőzésről. Volt meg egy süket 10 perces kiesésünk a két kapott gól után, amit ki kell küszöbölnünk, de pozitívan próbálom feldolgozni ezt a történteket. Mai beszélgető társam, most már azt hiszem kimondhatjuk, a leendő gólkirály Hán János, a csapat csatára. Hát engedd meg először is, hogy gratuláljak. Ezt azért mondom, hiszen egy forduló van vissza, a Kisvárdán vendég szerepeltek majd most vasárnap délután 17:30, és ennek a meccsnek az a tétje, hogy nincsen tétje, mondhatjuk ezt. Hát gyakorlatilag ilyen, matematikailag még van, de reális tétje nincs. És hát ha már a Puskás Akadémia elleni mérkőzéssel kezdtünk, akkor hát ez a meccs is arról szólt, hogy növeled a góljaid számát, meg volt rá lehetőség, te mondtad is, hogy kicsit dühös voltál magadra, hiszen ez a büntető, ez nem úgy sikerült, ahogy eltervezted. Hát igen, elég mérges voltam, erősebben akartam kicsit jobban megelve a léc alá, úgyhogy nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de a legfontosabb az volt, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, és szerencsére ez sikerült. És hát még maradva itt a 11-es rúgásnál, azt megnéztem a statisztikában, hogy legutóbb az Zalaegerszeg ellen hibáztál, de 6-ot pedig értékesítettél, tehát azért a góljaid számát jelentősen tudtad növelni így a 11-es pontról is. Igen, 8-at rúgtam idén, és 6-ot sikerült belőlem. Na és akkor maradva még a gólkirály címnél, azért mondom én ezt, meg hát így előzetesen mi beszélgettünk, hogy matematikailag lehetne még persze probléma, de ugye egy fordulóban vissza 13 góllal van mögötted a honvédos gazdag Dániel. Úgyhogy azt hiszem, hogy te leszel akkor az idei gólkirály, te is így már elkönyvelted magadba. Hát nagyon-nagyon remélem, tehát ennek is igazából matematikailag még nincs lezárva egyértelmű, még van egy mérkőzés, de nagyon remélem, hogy én leszek, igen. És hát az is jól esik ebben a statisztikában, hogy 2015 óta a 12 csapatos bajnokságban, ugye te vagy az, aki átléptad a 20 gólt. Igen. Hát nem volt nehéz igazából ebben a rendszerben, eléggé támadó szellemi focit játszunk, úgyhogy még
helyzeteket ki is hagytam, úgyhogy igazából nem rajtam múlott. Hát azért nincs sok panaszra, sok gólt rúgtál, ráadásul ez az idén tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon jól sikerült így, hogyha átlagosan is nézzük, ugye 10-es osztályzat, 8-as osztályzatok, 7-es, hogyha a játékot is nézzük, akkor neked nagyon feküdt ez a taktika. Csapat szinten azt gondolom, hogy nagyon jól teljesítettünk az idejében, nem hiába az a negyedik hely, illetve egyénileg én a gólokkal hozzá tudtam tenni, ennek nagyon örültem, szeretnék ezt kitartani a jövőbe is. És hát itt most a negyedik helyről is úgy beszélünk, hogy biztosnak tűnik, hiszen van még ugye egy forduló a Kisvárdánál, ahol a tét az, hogy nincs nagy tétje, de matematikailag oda érhetnétek a harmadik helyre, de itt is ki kell hangsúlyozni, hogy hát erős matematika kell hozzá. Hát igen, a Vidinek ki kéne kapnia, illetve nekünk 8-10-et rúgnunk, attól függ mennyire kapnak ki, tehát erre azért sok esély nincs. Inkább arra számoltunk, hogyha a Videóton esetleg megnyeri a kupát, akkor indulhatunk a konferencia kupába a nemzetközi szinten. Sajnos ez nem sikerült, de mindig úgy vagyok, hogy mindennek megvan az ideje. Ez volt az első olyan év, amikor az utóbbi évekre visszamenőleg, hogy nem a kiesés ellen küzdöttünk, úgyhogy az, hogy negyedik helyen tudtunk végezni, az egy nagyon jó motiváció számunkra a jövőre nézve. Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy az utolsó fordulótól függetlenül biztos, hogy negyedikek vagytok, hiszen a mögöttetek levő csapat már nem tud előzni, aki pont a Kisvárda egyébként. És hogyha visszagondolok, legutóbb, mikor beszélgettünk itt edzés után, akkor hetedik helyen voltatok talán, és volt vissza még egy pár forduló, jól emlékszem, talán 6-7, akkor mondtad, hogy milyen szép lenne ez a negyedik hely, és akkor is bíztál abba, hogy egy nemzetközi kupa indulás, így sajnos viszont tényleg nem a ti kezetekben volt most a sorsotok. Igen, sajnos nem rajtunk múlott, vagyis hát, hogyha többet nyerünk, akkor a harmadik helyen, akkor igen, de így, hogy a kupát sajnos elvesztett a Videóton, így nem a mi kezünkben volt a sorsunk. Akkor is, amikor 6-7. Helyen álltunk, a negyedik hely az reális cél volt szerintem, mert itt a 12 csapatos bajnokságban itt a harmadiktól a 10. helyig föl tud torlódni úgymond a mezőny, tehát nagyon közel lehetnek a csapatok egymáshoz. Az is bravúr, hogy az utolsó fordulóra azért megyünk tét nélkül, mert már biztos a negyedik helyünk. Ez összességében szerintem az egész csapatnak egy pozitív töltet. És hát akkor most beszéljünk rólad. Nem tudom, mennyire fogod figyelni majd csütörtökön délután 1 órakor az M4 televíziós sport közvetítését? Hát természetesen figyelni fogom, mert reménykedem benne, hogy kapok meghívót, de már eleve az a tény, hogy igazából a válogatott közelébe kerülök, vagy fölmerül egyáltalán a nevem, az is nagyon, nagyon megtisztelő, mert azt gondolom a válogatott most azért az elmúlt években szintet lépett szerintem, tehát a nemzetek kupájára gondolok, ott az A-osztályba bekerült, illetve egymás után 2-szer az EB-re. Vannak olyan játékosaink szerintem, akik már nemzetközi szinten is kiemelkedőek, úgyhogy elindult egy folyamat, ez látszik szerintem a Ferencvárosnál is, Európa Liga, BL, stb. És ott helyt is álltunk, én azt gondolom. Úgyhogy természetesen nagyon örülnek rá, meg reménykedem benne, de majd kiderül. Hát nagyon valószínűleg tűnik, ugyanis a kapitány Rossi nyilatkozta, hogy természetesen a magyar gólkiárnak meg kell adni a lehetőséget, tehát a bőkeretben mindenképpen számításba vesz, legalábbis ez volt előzetesen ugye az ő nyilatkozata. Reméljük, hogy tartja a szavát, ráadásul annak tükrében, hogy felemelték 23 főről 26-ra ugye a keretet. Igen, elsődleges az, hogy a meghívót megkapjam, én is olvastam azt a nyilatkozatot, nagyon örültem neki, nagyon jól esett, de nem akarok előreinni úgymond a medve bőrére, az EB az meg már egy teljesen más, tehát utána még a bővített keretbe is kell bizonyítani, úgyhogy ez egy folyamatnak az elején vagyok, mindent meg fogok tenni, hogy oda kerüljek, de mondom, ez azért már egy nagyobb falat. De azért május 17-én telkiben találkozott a többiekkel, az a lényeg. Nagyon reméljük, igen. Még nem tudok pontosan, de remélem. Azt többször is említetted így a nyilatkozatokban, amiket így olvastam én is, hogy hát kipróbálnád magad azért szívesen külföldön. Erre pont a mai újságban olvasom, hogy már 3 lengyel ajánlatot itt rebesgetnek is, de hát ennél még több is van. Lehetőség igazából van, ami több helyről is van, de konkrétan még nincs. Szeretnék ebbe az utolsó mérkőzésre azért koncentrálni, hiába van tét nélkül, azért a győzelem az mindig jó, illetve a gólyaimat gyarapítani, utána esetleg oda kerülni a válogatotthoz, hogyha minden úgy alakul, és akkor majd el lehet gondolkozni azon, hogy mi lesz velem nyáron. Természetesen kipróbálnám magam, főleg külföldön, de ahhoz egy olyan ajánlat kell.
És azt is megemlítetted, hogy Magyarországon nem nagyon szeretnél innen elmenni. Egy az, hogy kötődsz a városhoz, itt is laksz, itt nőttél fel, itt kezdtél el futballozni, mondhatjuk azt, hogy kis megszakítással, de ide köt minden. Már a pályafutásodra gondolva, és Magyarországon ugye egyetlen csapat a Ferencváros, amelyikre azt mondtad te is, hogy úgymond kiemelkedik a mezőnyből, a többi csapat bármikor bármit játszhat egymással, és ez nem motivál. Hát igen, nagyon hálás vagyok a klubnak, az edzőnek, illetve a csapattársaknak, hogy ezt a szezont így alakulhatott. Természetesen nélkül ez nem jött volna össze. Az edzőtől egy olyan focit láthatunk, ami támadó szellemű, ez a csatároknak nagyon kedvező, főleg nekem hasonló a gondolkodásom nekem is a futballról, illetve olyan csapattársak vannak mögöttem, akik olyan labdákat is adnak, amit gyakorlatilag nehéz kihagyni. Azon kívül természetesen kipróbálnám magam külföldön, de ez a klub, aminek most nagyon, nagyon hálás vagyok, és szeretnék még bizonyítani itt. Van is a lehetőséged, ugyanis 2024. június 30-ig van szerződésed, ugye, hogyha jól tudom? Igen. De hát ebből bármikor kivásárolhatnak, hogyha olyan ajánlat érkezik, hol folytatnád szívesen, gondolkoztál-e már ezen? Hát inkább a nyugati futball érdekelne elsődlegesen. Nem gondoltam még erre pontosan, hogy na most ez vagy ez a hely. Hogyha érkezik egy ajánlat, amivel esetleg a klub is jól járna, meg tudnak egyezni, és nekem is jó, akkor majd ott eldől, hogy ezt tetszik-e nekem, vagy nem. És akkor visszatérve erre a lengyel vonalhoz, ezt tetszene egyébként? Természetesen a lengyel foci az szerintem egy jó bajnokság, azon kívül Németországban, főleg inkább a második osztály, hogyha a realitást talaján akarunk maradni. Magyarországon belül meg igazából azt gondolom most negyedik helyen vagyunk, tehát a Ferencváros az, akit már említettünk, hogy egy komolyabb szintet képvisel. A videóton is azt gondolom, meg talán a felcsút, de szeretek paksolni, tehát Magyarországon belül, hogyha nem olyan az érdeklődés, nem szívesen váltani. Nekem előzetesen említetted, hogy Távol-Keletről is érdeklődnek. Igen. Hát sok helyről van most már ilyen mindenféle érdeklődés, ezeket nem szabad szerintem még annyira komolyan venni, majd hogyha esetleg konkrétumok lesznek, olyan megkeresések, hogy tényleg akkor szeretnének engem, akkor lehet erről beszélni. Most még ez inkább ilyen tapogatózás, szerintem ilyen ügynökök felől. És hát neked más fronton is helyet kell állni, ugye júniusban érkezik a kis trónörökös, családdal is akkor neked itt azért van mit megbeszélni. Igen, fölpörgött ez az év most, hál' Istennek csak pozitív dolgokkal, hogy itt a járványhelyzet miatt azért sok ember megsínlette szerintem ezt az évet. Kívánom mindenkinek, hogy a jövőben úgy sikerüljön, mint hál' Isten, ahogy nekem sikerült. Nagyon várjuk a babát, bárhol válogatott meghívót, úgyhogy csupa jó dolog történik az életemben, szeretnék ezzel élni. Hát mindenképpen azt kívánom, hogy így legyen, és ugye te már említetted ezt a járványhelyzetet, sajnos ez egy pár mérkőzésen téged is befolyásolt, hogy nem tudtál pályára lépni. Hú, akkor ki tudja, mennyi gól lett volna, de ne legyünk azért elégedetlenek, gondolom te is így vagy ezzel. Természetesen, tehát azt gondolom, hogy örülök, hogy így meghúztam ezt a járványhelyzetet. Az egyetlen hátránya igazából az tényleg, hogy 3-4 mérkőzést kihagytam, illetve nézők nem tudtak itt lenni, de azon kívül, tehát ha csak ezért kell ilyen panaszkodnom, akkor nem lennék korrekt a többi emberrel szemben, mert azt gondolom, hogy mások csak rosszabbul jártak sajnos ezzel a járványon, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok ezzel kapcsolatban. És akkor legyünk pozitívak a végére, mindenképpen te is említetted, baba, kislány. Igen. Utána Európa-bajnokság, illetve hát előtte még gólkirályi címért járó díjátadó. Hát lesznek itt azért programok, és jönnek majd az ajánlatok. Igen, most föl fog gyorsulni, szeretnék még egy lapáttal rátenni, ha lehet ilyet mondani, hogy nem akarok ezzel megelégedni. Hát akkor úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor sok sikert. Az apasághoz is, illetve a pályafutáshoz. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóban, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten Faller Gábor kollégám várja majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!